A bolyai csapat versenysikert elért gimnáziumi tanulóival találkozhatunk most itt, és ők számolnak be a pillanatnyi eredményről. Miben vettetek részt, és mi ez az eredmény, amit most pillanatnyilag fel tudtok mutatni? A bolyai természettudományi csapatversenyen vettünk részt, ahol a területi fordulón első helyezést értünk el. Ezt a versenyt ugye egy csapatban, tehát ugye négy tag az, aki képviseli a gimnáziumot, de hogyan álltok össze, vagy hogyan végzitek magát a feladatot itt a verseny részleteiről, ha egy kicsit tájékoztatnál bennünket? 14 feladatot kapunk a feladatlapon. Az első 13 az feleletválasztós, a 14-et pedig ki kell dolgozni, és általában úgy szoktuk kidolgozni a feladatokat, vagy megoldani, hogy két részre osztjuk a csapatot, két-két emberre, és az egyik felét megcsinálja az egyik páros, a másik felét pedig a másik páros, aztán ha végén még marad idő, akkor összeegyeztetünk. Hogyan áll össze ez a csapat? Miért pont így választjátok, és egyáltalán először versenyeztek így együtt? Már nagyon régóta, 5. óta ugyanez a csapat, és azóta is szép eredményeket érünk el. Ha bemutatnád esetleg a tagokat? Nemes Botond, Csernyicki Márk Gyula, Tudesze Márk és Törőcsi Kárpád. Miért pont a természettudomány? Téged tudom, hogy nagyon sok egyéb terület és érdekelést neked már tudtunk eredményeidről beszámolni más területen is, de úgy érzem, hogy ez is nagyon-nagyon közel áll hozzátok. Mi az, amiben itt egy többletet kell egyáltalán elérni, tanulnotok kell délután, vagy miért pont még egyszer a természettudomány, amit kiválasztottatok? Én szeretem a reális tantárgyakat, és ehhez a versenyhez főleg fizikából tudok hozzárakni, de a másik három tantárgyból is, a biológiából, földrajzból és a kémiából is valamennyit hozzá tudok rakni a teljesítményéhez. Köszönöm szépen, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is történt ez a forduló, mert ha jól tudom, a verseny az itt került megrendezésre. Hát igen, itt történt az iskolánkban a körzeti forduló, Kecskemétre el kellett mennünk, mivel kitették a honlapukra, hogy az első hatban benne vagyunk, és így Kecskeméten a eredményhirdetésen megtudtuk, hogy elsők lettünk. Így tovább jutottunk az országos fordulóba, ami március 9-én lesz Budapesten. Amikor még meglátjátok az eredményt az úgynevezett honlapon, akkor még nem tudjátok azért, vagy reménykedtetek esetleg a pont ismeretében? Hát nem, a pontokat nem mondják meg, csak azt, hogy ki van benne, melyik csapatok vannak benne az első hatban, de hogy hanyadikok, az csak az eredményhirdetése. Köszönöm szépen. És akkor nézzük, hogy területi fordulóról beszélünk. Mely területet ölel fel a ti csapatotok most, aki nyert és bejutott így az országos döntőbe? 3 megye versenyzett ebben a körzetben. Báskiskunmene megye, Békés megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye. Ismertek esetleg ilyenkor ellenfeleket, vagy tudjátok, hogy kik azok, akikkel összemérítek a tudásotokat? Most a többiek nevében nem tudok nyilatkozni, én személy szerint nem ismertem az ellenfeleinket. Amikor megkapjátok ezeket a lapokat, mennyi idő van egyáltalán kidolgozásra? 60 percünk van, általában az első 3/4 órában dolgozzuk ki az első 13 feladatot, a maradék 4/4 órában pedig a 14-est. Miért ez a 14-es az úgymond legnehezebb, vagy miért az a tabu? Hát ezt a feladatot direkt úgy állítják össze, hogy ezen sokat kell gondolkoznunk, és erre több pontot is kapunk nyilván. Említette Árpi, illetve hallottuk már, hogy milyen területeket érintettetek. Neked melyik az a tantárgy, ami ezek közül egyébként a kedvenced, és úgy érzed, hogy a legtöbb tudást adtad ezáltal a csoportnak? Én úgy gondolom, hogy a fizikában tudtam a legjobban jeleskedni, ez egyébként a kedvenc tantárgyam is. És akkor nem utolsó sorban érdeklődnék, hogy kik a szaktanárok, akik felkészítik ezt a kiváló csapatot ehhez a tudáshoz, hogyan juttatnak és mivel juttatnak hozzá benneteket? Leginkább délutánonként gyakoroltunk, ültünk le, viszont volt olyan, hogy órákról is kimaradtunk azért, mert a versenyre gyakoroltunk. A tanáraink Szabóné Gyöngyi tanárnő, Nagyné Varga Anikó és Gyenge László tanár úr. Hallottuk itt, hogy mind a fizika, mind a biológia, amiben meg kell a tudásatokat mérettetni. Téged mi az, ami leginkább érdekel, és esetleg jövős terveid is vannak ezzel kapcsolatban? Nekem a kémia, ez a tantárgy. A gimnáziumot is úgy választottam ki, ahova szeretnék menni, hogy ehhez a tantárgyhoz kapcsolódjon, viszont most már úgy néz ki, hogy nem. Mégsem.
Ezt örömmel halljuk, mert azért egy ilyen versenyszellemű és ilyen tudású fiatalt nagyon nem szeretnénk innen elveszíteni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanúgy szert tehetsz erre a kémia tudásra, amire esetleg szükséged lesz. És akkor nézzük a további terveket. Szeretnétek itt csapatban továbbra is, vagy egyelőre most még ez a március 9-i és országos verseny, ami előttetek lebeg? Egyelőre az országosra koncentrálunk, aztán ki tudja, hogy alakul jövőre. De természetesen akkor szeretnétek jelentkezni továbbra is, és ugyanígy csapatban együtt versenyezni. Igen. Akkor drukkolunk nektek, és nagyon szépen köszönjük. Mindenképp azt kívánjuk, hogy nagyon-nagyon sikeresek legyetek, és öregbicsétek a gimnáziumot. És akkor amint az eredmény megszületett az országos döntőn, akkor reméljük, hogy egy nagyon-nagyon jó hírről számoltok be. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!